estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Mai műsorunkban a láthatatlan beruházásokról lesz szó. És azért mondom, hogy láthatatlan, ugyanis nem szem előtt vannak ezek a fejlesztések, hanem a lábunk alatt, lent a föld alatt. Megvalósult Felsőváros csapadékvízzel vezetése. Erről lesz szó a következő percekben. Városi szempontból is nagyon fontos beruházás ért véget Felsővárosban. A Zámoly utcától a Berényi útig elkészült a csapadékvízelvezető rendszer, ami a belvárosban összegyűlő vizet is elvezeti. Ezen túl a városrészben esőzések alkalmával felmerülő problémák is megszűnnek. Már csak a friss aszfalt jelzi, hogy nemrégiben még munkálatok zajlottak a Kertalja és a Kopány utcában. A szakemberek a föld alatt dolgoztak, a csapadékvízelvezető rendszer kiépítése történt meg Felsővárosban. Korábban sokaknak gondot okozott a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék. 2010 óta képviselem Felsővárost, mint önkormányzati képviselő, és 2010 óta eltelt években valóban így 2017-ig még ez a belvizes beruházás elindult. Azért az elmúlt 7 év bizonyította azokat a problémákat, amelyek itt kialakultak Felsővárosban. Ezért a csapadékvízre gondolok, ami tulajdonképpen feltöltötte a pincéket, amely elárasztotta a különböző ingatlanokat, és nem volt ezeknek a vizeknek szabad elfolyása, úgyhogy ezt a problémát itt Felsővárosnak, Felsőváros lakosságának mindenképpen meg kellett oldani. Így 2017-ben elindult ez a fajta beruházás, ami azért lássuk be, ez most csak egy, illetve két lépcsőfok, és aztán majd még következnek a következő lépcsőfokok, hogy teljes Felsővárosnak a belvizét, a belvize elvezetésre kerüljön, de a legfontosabb főgerinc tulajdonképpen itt az A00, jelenesül itt a Kertalja utca, Kopány utca sarkán, ez volt az egyik legnagyobb beruházás. Aztán pedig majd innét indulnak azok a szelvények megfelelő műszaki tartalommal, amelyek a különböző utcáknak és felsővárosi városrészeknek el fogják majd vezetni a belvizeit. És hogy olyan fejlesztéseket is magával vonzott ez a beruházás, hogy akár a kopóréteg is megújulhatott az utakon. Így van, hát valóban én azt gondolom, hogy itt a Csutora utcában és a Koppány utca pici szakaszán ez már megtörtént. Kicsit anomália alakul ki itt a lakosság körében, mert a lakosok azt gondolják, amikor egy beruházásról tájékoztatást kapnak, hogy egy vízrendezés után majd egy teljesen új utat is kapnak. Ebben azért sok sajtótájékoztatót és sok utcafórumot is tartottunk, és talán most is ugyanúgy elmondhatom, hogy ez most egy belvizes rendezés, ez egy belvizes munka, egy nagy-nagy belvizes munka, amely azért nem von maga után egy olyasfajta rekonstrukciót az utak felújításában, vagy a járdák felújításában, amit az emberek elképzelnek. De mindenképpen ezek az utak azért egy eredeti állapot visszaállítását megkapják, és mindenképpen kapnak rá egy olyasfajta kopóréteget, amelyet az a könnyedebb és biztonságosabb közlekedés szolgálják. Mekkora összegből valósulhatott meg ez a beruházás? Hát két lépcsőfok készült el, ahogy említettem, egy főgerinc, aztán pedig itt az A005-ös, tehát ez egy 220-220 millió forintos beruházás készült el. Ugye ennek a nagy beruházásnak tulajdonképpen a lecsengése most fog megtörténni 2018. augusztus végével, augusztus 31-ével. Tulajdonképpen a kivitelező cégek már levonultak, a helyreállítások megtörténtek. A lakosság sokszor megfogalmazza azokat az életvitelszerű történéseket a közvetlen lakókörnyezetében, ami megtörténik. Ez itt sincs másképp például itt a Csutora utcában, ahol sajnos a belvizes beruházás mellett, illetve ellenére lakókörnyezetváltozást eredményezett. Gondolok itt főleg a gyönyörű fákra, gondolok itt a gyönyörű lakókörnyezetre, amelyek szükségszerűen kellett, hogy kivágásra kerüljenek, mert ezt a belvízrendszert meg kellett építeni. De ezek után azért azonban mindenképpen a beruházás azt is tartalmazza és azt is vonja maga után, hogy itt új fásítás, új füvesítés, új bokrosítás került. Ezen kívül pedig mindenhol minden lakónak és minden magáningatlannak a bejáratát vagy éppen járdáját, ami felbontásra vagy megbolygatásra került a beruházás kapcsán, azért ez visszakerült, visszaépítésre került. Ez olyannyira, hogy külön bejártam a kivitelező céggel és a dolgozóival, munkatársaival területet. Személy szerint minden magáningatlannál, magánportánál megálltunk, megbeszéltük a kérést, az óhajt, és próbáltunk ennek megfelelni. Nyilvánvaló, hogy mindig van olyan, ami nem megfelelő, sajnos természeténél fogva a dolgoknak, mindig van olyan, amivel az emberek nem értenek egyet. Nehezen fogadják el a lakók, nehezen fogadják el a polgárok, hogyha nagy változások történnek egy utcában, de én azt gondolom, hogy a gyönyörű nagyfák kivágása után egy-két
tartalmas és hasznos év után talán ezek a fák is majd cseperednek, és újra ugyanolyan szépé varázsolják a lakókörnyezetet. Ezek után pedig hát csak előre tudok mutatni, hogy több utcát is fog érinteni még az a változás, mert ahogy mondtam, most még csak a csapadékvízelvezetés kapcsán 2 utcában valósultak meg ezek a munkák, de hát tovább kell mennünk egészen végig fel a Koppányon, a Tompán végig, és tulajdonképpen az Oncsa telepen fog ez majd véget érni, és hát bizony itt is meg fogjuk majd bolygatni a lakókörnyezetet, itt is okoznak majd ezek változásokat, de ezt a csapadékvizet el kell vezetni, mert később nagyon nagy problémákat okozhatnak. Hajlamosak vagyunk mi arra emberek, hajlamosak vagyunk mi arra lakók, hogy szeretjük csak azt észrevenni, ami a közvetlen környezetünkben vagy szemmagasságunkban van. Elfeledkezünk sokszor arról, ami a lábunk alatt van, és elfeledkezünk arról, hogy az mennyire fontos, és csak akkor kiáltunk farkast, amikor esetleg térdigérő vizek alakulnak ki, vagy tócsák alakulnak ki a lábunk alatt, és tulajdonképpen a vízelnyelő rendszerek és a vízelvezetés nem működik. De én azt gondolom, hogy ennél okosabbnak kell lenni, és ennél bölcsebbnek kell lenni, tehát ezeket a dolgokat természetüknél fogva el kell fogadni, és túl kell élni ezeket a beruházásokat és ezeket a változtatásokat. A megvalósult beruházás nem csak a városrész, hanem szinte az egész város belvíz problémáját megoldhatja. Például a Szénatéren, a Berényi úton, a Május 1 téren korábban rendszeresek voltak az elöntések a nagyobb esőzések alkalmával. Az új csatorna többek között ezt a vizet is elnyeli, de más főcsatornát is tehermentesít. Ami most megvalósult, az az 1/5-ös rendszer. A felsőváros vízelvezetése a Jancsár árokról, a J-jelű rendszerről a Varga csatornába vezeti a vizeket. Lehet is látni, a zöld és a sárga szín a J-jelű rendszernek a vízgyűjtője. Ahogy megépül ez a rendszer, ez a felső rész, illetve ez a darab, ez mind átkerül a Varga csatornára. Annyival kevesebb víz fog átfolyni a Várkörút, Rákóczi út, Várkörút, Balatoni úton, annyival csökkentjük a terhelését a belvárosnak. A következő ütemben az A40 fog kiépülni a Koppány utcában, illetve a Tompa Mihály utcában, így lesz teljes felsőváros vízelvezetése, és ennek kapcsán épül még át a Berényi úti csapadékcsatorna, és mint mondtam korábban, a Szénatér így menthető lesz. A projekt kapcsán burkoltuk ki a Varga csatornát, itt földi medrűárok volt egy 280 méteres szakaszon, hogyha rájön ez a sok víz, akkor egy nagy esőzés alkalmával ne történjen mederelmosást. Jelenleg dolgoznak a Bátki Zsigmond utcában, itt egy áteresztikresítenek, itt lesz az egész rendszernek a árapasztó műtárgya. A két palota városi tóba közel 6000 köbméter víz be tud folyni, ha jön egy nagy intenzitású eső, akkor nem itt fog kiönteni a víz, hanem vésztározóként működnek a csatornák, és a végső elvezető pedig a Jancsár árok, ahol már korábban egy szűk keresztmetszetű áterezt átépítettünk, hogy a víz szabadon tudjon lefolyni a városból, minél könnyebben tudjon elfolyni a Gajapatakba. De hogy erre miért volt szükség? Városi szempontból igetően szükség volt erre a fűgyűjtőre. A 80-as években a városi mérnökök már szükségét látták ennek a fűgyűjtőnek. Az első 4 üteme az 90-es és 2000-es évek elején megépült, most folytatódott ez a csatornaépítés az 5-ös, illetve a 6-os ütemmel a Zámoly utcától a Berényi útig közel 525 méter hosszan egy nagy átmérőjű csapadékcsatorna került megvalósításra. Ezzel a belvárost, az úgymond J-jelű rendszert tehermentesíti ez a főgyűjtő. A városra, a belvárosba befolyó vizeket kormányozzuk el ezzel, és a Varga csatornába folynak be ezek a vizek ezáltal. Milyen problémákat okozott korábban egyébként, amikor még nem volt kész ez a gyűjtőcsatorna, a víz, a lezúduló csapadék? A belváros legmélyebb pontja a Szénatér. A Szénatéren rendszeresen vadászkürt előtt, Május 1 téren rendszeresen elöntések történtek. Most ezeket a vizeket elkormányozzuk egy új főgyűjtőre, és ezek a problémák fognak megoldódni. De összefüggésben van minden mindennel. 2 éve építettünk egy új főgyűjtőt a Horváth István lakótelepen,
ahol gyakran vannak elöntések ennek ellenére. Egy hirtelen lezúduló nyári csapadék tevékenység hatására ugyanúgy vízben áll a lakótelep, ugyanis a főgyűjtőbe annyi víz van, hogy nem tud hová elfolyni a víz. Most ezzel az új aljelű főgyűjtővel, amit most elkészítettünk, ezt is tehermentesítjük, ugyanis a vízgyűjtő terület nagy részét elvettük arról a főgyűjtőről. Tehát ez a megoldás a város másik részében is elősegíti a vizek szabad elfolyását. Milyen feladatok vannak még hátra? 2015 óta ezzel a főgyűjtővel foglalkozunk, erre helyezzük a hangsúlyt. Első lépésben a befogadó Varga csatornának egy részét a Bőrgyárdűlőnél kiburkoltuk, ott földárkú meder volt. Egy nagy esőzés azt a medret elmoshatja, a Bőrgyárdűlőt veszélyeztetheti. Azt megoldottuk, most jelenleg munkaterület a Bátki Zsigmond utca és környéke, ott van egy áteresz, annak nagyon kicsi a keresztmetszete, azt bővítjük. Most írunk ki közbeszerzési eljárást egy alsóbb szakaszon, a palotavárosi tavaknál, ami szintén összefügg a Felsővárossal szorosan, hiszen az a befogadó, a Varga csatorna, ott egy árapasztó műtárgyat építünk, ugyanis ez a rengeteg víz, ami most erre a rendszerre átkerül, ne okozzon elöntéseket a palotaváros környékén, ott vésztározókká lesznek átalakítva a tavak, és ennek a lefolyását is biztosítani fogjuk, a Varga csatorna alsó részén a Jancsár csatornáig mederrendezést fogunk végrehajtani. Mi egyébként annak az oka, hogy régen sokkal kisebb átmérőjű csövek kerültek a földbe, tehát sokkal kisebbek voltak tulajdonképpen a csövek, amik elvezették az esővizet? Két dolgot említenék meg. Az egyik az az időjárás változás. Ez nagyon súlyosan érint minket. Egyre intenzívebb, egyre nagyobb intenzitású esők esnek, amiket nem tudnak elvezetni a meglévő csatornák. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy mindenhol egyre több a burkolt felület. Mind magántelkeken, mind közterületen épülnek a parkolók. Az udvarok régen nem voltak letérkövezve, nem volt annyi melléképület, és ha ezeket kivezetik közterületre, akkor probléma ennek az elvezetése. Tehát sokkal nagyobb területről kell ugyanazokkal az átmérőjű csövekkel elvezetni a vizet. Ezért irodánk nem is engedélyezi az újonnan épülő ingatlanoknak a közterületre történő csapadékvízelvezetést. Hova kell elvezetniük a vizet? Szikkasztást írunk elő, vagy tározást, csapadékvíz tározó építést, amit aztán el lehet locsolni a zöld területen, vagy késleltetett módszerrel a csapadék tevékenység levonulása után visszereszteni a csatornába, amikor lement az árhullám. A városrészben a beruházás jelentős fakivágásokkal járt, de ezeket már pótolták a szakemberek, sőt a kapubeállók, járdák és az érintett útszakaszok eredeti állapotát is visszaállították. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!